Jaj, Szentlélek, segíts hangosan gondolkodnom a cölibátusról, mint törvényről, és a cölibátusról, mint kegyelmi ajándékról. Jaj, Szentlélek, segíts hangosan gondolkodnom rólad, szerelmem, Szentlélek. Orosz Atanáz, görög katolikus püspök, Bonum TV-nek adott interjújában Tamás József atya kérdéseire válaszolva elmondta, hogy nagyon sokáig azért nem volt görögkatolikus püspök Magyarországon, mert a magyar görögkatolikus papok közül senki nem élt cölibátusban, hanem minden görög katolikus kispap a fölszentelése előtt élt azzal a jogával, hogy házasodhasson. És mivel csak az lehet püspök, aki cölibátusban él, így nem voltak olyan személyek, akik közül a pápa püspököt jelölhetett volna ki a Magyar Görögkatolikus Egyház számára. Ebből a tényből azt a következtetést vontam le, hogy a görög-katolikus kispapok nagyon nagy százaléka, talán 99%-a nem fogadja el, vagy nem kérdezi meg azt, hogy a Szentlélek neki adhasson egyáltalán cölibátusra való elhívást, mint ajándékot életformaként. Vagy, ha mag is kérdezik, ezek szerint akkor a Szentlélek 100-ból 99-nek nem ezt adja, ha feltételezzük, hogy mindegyik hűségesen és bölcsen kérdezett, és hűségesen és bölcsen engedelmeskedett. Tehát akkor a Szentlélek 100-ból 99 görögkatolikus kispapnak, görögkatolikus rítusú férfinak nem adta, nem hívta őket a papságon belül erre az önmegtartóztató életformára. Legyünk azzal a bizalommal, hogy ők, mint emberek, kérték, akarták a világosságot, hogy jól döntsenek, akarták a Szent Lelket követni, és 100-ból 99-nek a Szentlélek nem akarta adni a cölibátus ajándékát, hanem 100-ból csak egynek akarta adni, 99-nek házastársat akart adni. Most fordítsunk a képleten, a római katolikus kispapoknak tudatában van az, hogy a fölszentelésük megpecsételi azt az állapotot, amiben már kispapként is élnek. Magyarul azt, hogy önmegtartóztatásban kell élniük, nőtlenségben. Ebben az esetben 100-ból 100 római katolikus kispap egyházi törvény szerint kötelezve van arra, hogy így éljen,
és kicsit talán pontatlan és erős a kifejezés, de kötelezve van arra, hogy elhiggye azt, hogy megkapja ezt a Szentlélektől jövő ajándékot, hogy ő képes legyen így élni. Mindkét esetben úgy érzem, hogy túlságosan természetes emberi hozzáállással van dolgunk, hiszen valahogy számomra kicsit olyan gyanús, hogy 100-ból 99 férfi nem választja az önmegtartóztató életet, a nőtlen papságot a görög katolikusoknál, a római katolikusoknál pedig 100-ból 100-nak kötelezően választani akar a nőtlen papságot. Úgy látom, hogy a görög katolikusok törvény nélkül a test törvényére hallgatnak, nagyon nagy százalékban. A római katolikusok pedig, mármint a férfi, aki kispapként készül 5 évig a papszentelésre, vagy a kispapok közé belépni szándékozó, hivatást tisztázó, kereső fiatal. Tehát a római katolikusok pedig kötelezően el kell, hogy fogadják azt, hogy ők ebben fognak élni. Ezt is törvény közű hozzáállásként értelmezem, hiszen ebben az esetben 100-ból 100 jelölt, aki a papságra készül, el kell, hogy fogadja ezt a Szentlélek által adományozott különleges elhívást. Kétséget nem ismerve el kell fogadnia azt, hogy nőtlenül fog élni 100-ból 100 katolikus kispap, majd papként, felszentelése után, és hát nyilván kispapként is. Tehát mindkét esetben valahogy azt érzékelem, vagy úgy ítélem mag, hogy talán nem szimmetrikus módon, de amikor nincs törvény, lásd görög katolikusok, úgy értem azt, hogy nincs törvény, hogy nincs tiltó törvény, és nincs kompakt módon összezárva a papság a nőtlenség jellemzőjével. Ebben az esetben, amikor ilyen értelemben nincs törvény, akkor szinte 99%-ban a test törvényére, az ösztönre hallgatva eleve a férfi házasodni akar címmel, így is tesznek. A római katolikus kispapok és papságra jelöltek esetén pedig abban áll a probléma, hogy ők nem is választhatnak, tehát őket ez az állapot is kívülről egyházi törvényként éri. Hogy is mondjam, mindkét oldalról nézve a lélek legbenső szabadságához képest valami külső dologként érkezik
az az állapot, amiben a papságot megéli később a személy. A görögkatolikus férfi ösztöne, házasodási ösztöne, mint mondhatnánk, hogy abban az értelemben külső, hogy a Szentlélek szabadságához képest egy felszínibb rétegből érkező szándék. Ugye a Szentlélek létünk templomában legbelül lakozva szabadságra hív, ezt nem látom pontosan, hogy milyen fajta szabadságra, nyilván nem totális szabadságra, nem lehet a férfi nő, a nő nem lehet férfi, a fehér nem lehet fekete, a fekete nem lehet fehér, a jó nem lehet rossz, a rossz nem lehet jó, tehát nem totális fölcserélhetőség a szabadság, hanem a szabadság a Szentlélek akaratára való igentmondás. Most a gondolat kísérletem valahova talán oda akar kiukadni, hogy hogyan lehetne megteremteni azt az egyházi közeget, azt az egyházi szabályozást, életformára való meghívást, ahol semmi nem egyértelmű. Mert valahogy számomra túl egyértelmű az, hogy 100 görögkatolikus kispapból 99 nősül, és valahol számomra túl egyértelmű az, hogy 100 római katolikus kispapból 100 igent kell, hogy feleljen arra a kérdésre a diakonus szentelésen, hogy akarod-e az Isten országáért vállalt cölibátust mindörökké megtartani. Mindkét esetben valahogy olyan túl egyértelmű ez az egyik esetben 100%-os, másik esetben 99%-os válaszadási arány. A görögkatolikus 100-ból 99 igent mond a belső ösztönére, hogy nősüljön. A kispapok, a római katolikusoknál 100-ból 100, amennyiben valóban pap akar lenni és vállalja ezt, 100-ból 100-nak igent kell mondani arra, hogy nőtlenül fog élni. Ezt legalábbis a szavaiban ígéri. Tehát itt ez a magától adódó egyértelműség, zavar, hogy nem lehet az például, hogy 100 görögkatolikus kispapból mondjuk 69 akarna nősülni, 31 pedig cölibátusban élni. Hogy olyan nagyon nagy az aránya a nősülési szándéknak? És természetesen nem csak a szándéknak, hanem magának a végbevitelének, a barátnőkeresésnek, párkapcsolatnak, majd pedig az abból fakadó házasságnak. Ez a túl nagy arány, ez a túl nagy egyértelműség számomra azt sugallja, hogy itt egy kívülről elfogadott, kívülről érkező és belülről félig meddig kényszerrel elfogadott szituáció van. A görögkatolikus kispap azzal a dilemmával szembesül, hogy hát ha nem talál magának barátnőt, de ő nagyon akar nősülni, akkor inkább halasztja a szentelés kérését a püspökétől, amíg nem talál olyan barátnőt, akivel muszáj a szentelése előtt összeházasodnia, mert a görögkatolikus papszentelés után nem házasodhat. Például, ha magözvegyül, akkor nem köthet újabb házasságot. A magözvegyült görögkatolikus pap onnantól kezdve papíron legalábbis teljes önmegtartóztatásban, nőtlenségben kell élnie, nem kezdeményezhet párkapcsolatot, mivel az már paráznaságnak minősülne ebben az esetben.
Tehát itt a kérdésem leginkább arra vonatkozik, hogy a Szentlélek ajándékát szabadon elfogadni képes személy, aki azok, akik ilyen nagy arányban hallgatnak a test ösztönére a görögkatolikus kispapok esetében. A római katolikus kispapoknál a kérdés első fele ugyanaz, hogy valóban a Szentlélek ajándékát szabadon elfogadni képes személy, aki azok, akiknek kötelező elfogadniuk 100-ból 100 esetben. Azt hiszem, talán a kegyelem és a törvény ütközését szeretném világosan látni. Bizonyos értelemben maga az életünk egy Istentől adott ajándék, ugyanakkor viszont egy Istentől jövő kényszer is. A kényszernek abban az értelmében, hogy muszáj léteznünk. Tehát az emberi lélek halhatatlan, az öngyilkos az elérheti azt, hogy ha egyáltalán Isten engedi neki, ezt tegyük oda finoman zárójelben. Tehát az öngyilkos elérheti azt, hogy a teste nem működik tovább, mert egy finom pengével elvágta az ereit és meghalt szegény. Ezt elérheti az öngyilkos, de mivel a lelke halhatatlan, nagy az túlvilágra, a különítéletre, és ott már nem lehet még egyszer öngyilkos, hogyha nem tetszik neki az, amit Isten ott dönt a lelke fölött, ő fölötte. Vagyis Isten szabadon ajándékozta nekünk az életet, hogy létezhetünk. Maga a létezésünk egy ajándék, viszont a létezésünk végérvényessége, visszavonhatatlansága, az pedig bizonyos értelemben kényszer. Isten nem engedi meg a sátánnak se azt, hogy ne létezzen. Én úgy tudom elképzelni a sátánt, hogy örökké azt kiabálja a pokolban Istennek, hogy Istenem, pusztíts el engem, mert annyira gyűlölöm magamat és téged is, hogy nem akarok tovább létezni. Taszíts engem a semmibe, teljesen semmisíts meg. Úgy gondolom, hogy a sátán ezt kiáltja ostobaságában, öngyűlöletében, szeretetlenségében. Ki akarja zárni magát a létből, az Isten szeretetéből, viszont az Isten szeretete ezt nem engedélyezi neki. Létben tartja az Isten még az ellenségeit is. Tehát maga az életünk is rendelkezik ezzel a kettősséggel, hogy egyrészt kegyelem az, hogy létezhetünk, másrészt törvény az, hogy nem áll szabadságunkban nem létezni. Ilyen értelemben a törvényileg kötelező cölibátus a katolikus papok számára valamiképpen egy hasonlat erejéig, talán nem bicsaklunk meg ebben a hasonlatban, az Úr lelkének ajándéka az egyházi küldetés megerősítése szempontjából, másrészt pedig egyházi törvény, vagyis hierarchikus döntés következménye, hogy a klérus tagjai, az áldozó papok és a püspökök nem választhatják lehetőségként, hanem kötelezően kell elfogadniuk azt, hogy ez a papság része. Ugyanakkor ez is igaz, hogy a papságnak nem lényegi jellemzője a cölibátus. Tudjuk a Bibliából, hogy Szent Pál írja, a püspök egyszer nősült legyen, tehát kifejezetten hangsúlyozza azt, hogy minden apostol és minden apostol utód éljön házasságban, éljön közösségben, egy nővel, egy családdal. Szentségi házasságban nyilván, annak tisztaságában, annak szent életállapotában.
Tehát én arra érzek egy kérdést, vagy egy kiutat, hogy hogyan lehetne egy olyan egyházi közeget és egy olyan egyházi szabályozást, vagy nyelvjátékot, beszédmódot megteremteni, amiben maga a papság lényegi jellemzője van kihangsúlyozva, a papság lényegi jellemzője Krisztus áldozatának bemutatása és Krisztus igéjének hirdetése. Ez a két legfontosabb szolgálathoz nem föltétlenül szükséges, hogy nőtlen legyen az a pap. Tehát hogyan lehetne egy olyan közeget, olyan szabályozást, olyan beszédmódot megteremteni, amiben nem szükséges az, hogy a cölibátus egyházi törvény legyen, és mégis el tudják fogadni az erre való meghívást. Mert kicsit az a gyanúm, hogyha a római katolikus rítusú, tehát a latin rítusú katolikus férfiak, akik papok szeretnének lenni, és erre hívja őket az Úr, és az Egyház ezt a hívást elismeri és megpecsételi, és az ő esetükben is ugyanaz a fajta szabadon választhatóság lenne, mint a görög katolikusoknál, akkor gyanítom, hogy ugyanúgy 100-ból 99-en nős papok lennének, mint a görög katolikusoknál, vagyis ugyanaz lenne, hogy az emberi testi ösztönre hallgatva megnősülnének a szentelés előtt. Miért lenne ez másképp? Pusztán a rítus ezen nem változtatna semmit. Hogy az egyiknek ilyen rítus, a másiknak olyan. Hát elismerve azt, hogy nem tudom, mi a jó megoldás, arra vagyok kíváncsi igazán, hogy a Szentlélek mit gondol erről, és lehetséges-e az, hogy valamiben mindkét jelenlegi lehetőség téved. Úgy érzem, hogy mind a kettőben van tévedés, a görögkatolikus módszerben is, és a római katolikus módszerben is van tévedés, és mind a kettőben van lehetőség annak helyes, egészséges, erős, kegyelemmel teli magéléséhez. Hát várom az okos hozzászólásokat. Köszönöm a figyelmet!